Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves ünneplő testvérek, itt Tuttlingenben szeretetben köszöntelek benneteket, akik akár innen helyből, vagy pedig a közelből eljöttetek a mai szombat délutáni szentmisénkre, amikor is a 26. évközi vasárnap szentírási olvasmányait, szakaszait fogjuk majd hallani. Az első kérdésem az, hogy vártátok-e a mai találkozást? Szerintem igen, és hozzátok hasonlóan én is elmondhatom, hogy úgyszintén vártam, hogy eljöjjek hozzátok, hogy eljöjjünk hozzátok, és egyrészt találkozunk itt a legszentebb áldozatban, az eukarisztia ünneplésében, továbbá az azt követő Agápéban, a megszokott helyünkön, az olasz vendéglőben, itt a közelben. A kezdőjének, a szentmisének így hangzik: mindent igaz ítélettel cselekedtél, Urunk, amit tettél velünk, mert vétkeztünk ellened, és parancsainak nem engedelmeskedtünk, mégis dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy irgalmasságot szerint. A szentmise kezdőéneke egyrészt arra irányítja rá figyelmünket, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. És következésképpen, ha sikerül belátnunk bűnös voltunkat, akkor megkapjuk ezt a kegyelmi erőt, hogy bűnbocsánatot tartva esedezzünk Isten irgalmas szeretetéért, jóságáért. Azért, hogy egyéni kéréseinkre, szándékainkra, imaszándékainkra mindannyian méltók legyünk. Először is arra szeretnélek felhívni benneteket, hogy ez a szentmise legyen mindannyiunk részéről a hálának, a köszönetnek a szentmiséje. Továbbá ezen hála szándék mellé oda tesszük még egyéni imaszándékainkat. Solti János elhunyt lelke üdvéért ajánljuk fel ezt a szentmisét. Hány esztendeje hunyt el? Bocsánat. 25 esztendeje. És 25 esztendő távlatából nyilván gyermekként a szülői szeretetet, a gondoskodást, jóságot szeretnék megköszönni. Továbbá Robi barátunkért is szeretném ezt hálával felajánlani a szentmisét, hiszen nemrégiben a születésnapja volt, próbáltam a napján este felhívni, de szerencsére fontosabb dolga volt. Erikáikkal együtt vacsoráztatok, ugye minden bizonnyal, úgyhogy csak másnap tudtunk beszélni, mert Robi aztán másnap felhívott, hogy mi a baj. Mondom, nincsen semmi baj, most még egyelőre, csak éppen köszönteni szeretnének. Vizsgáljuk meg lelkismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, Uram, írgalmaz,
Könyörögjünk! Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg mindenhatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árazd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes 4. könyvéből. Mózes az Úr parancsára kiválasztott 70 férfit, hogy a nép kormányzásában segítségére legyenek. Az Úr pedig alászállt a felhőben, szólt Mózeshez, elvett a rajta lévő lélekből, és a 70 vénnek adta. Mihelyt alászállt rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba estek. Ez azonban nem ismétlődött meg. Két ember viszont a táborban maradt, az egyiket Eldádnak, a másikat Medádnak hívták. Rájuk is alászállt a lélek, ők is a vének közé tartoztak, de nem mentek oda a sátorhoz. Ők a táborban estek elragadtatásba. Ekkor az egyik szolga elfutott, és jelentést tett Mózesnek e szavakkal. Eldád és Medád prófitai elragadtatásba estek a táborban. Akkor Józsué, Nun fia, aki korai ifjúságától kezdve Mózes szolgálatában állt, megszólalt, és ezt mondta. Uram, Mózes, tiltsd meg nekik! Mózes így válaszolt. Miért féltékenykedsz miattam? Bárcsak az egész népet prófétává tenni az Úr, és kiárasztaná rájuk lelkét. Ez az Isten igéje. Istennek legyen áldva.
Szent Lecke Szent Jakab apostol leveléből. Rajta gazdagok, jaj veszékelve sírjatok, a rátok törő nyomorúság miatt. Vagyonatok oda, ruhátokat megette a moly, aranyotokat és ezüstötöket belepte a rozsda, és ez a rozsda tanul szolgál ellenetek, és megemészti testeteket, mint a tűz. Vagyonatokat szaporítottátok még az utolsó napokban is. Nos, a bér, amelyet a földeteket learató munkásotoktól visszatartottatok, ime felkiált, és az aratók szava felhatolt a seregek urának fülébe. Bőségben éltek a földön, és tobozódtok, hizlaljátok szíveteket a leölés napjára. Az igazat elítéltétek, megöltétek, s ő nem tanúsított ellenállást. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Mindenki szeressünk, de határozottan forduljunk el attól, aki vagy ami bűnre visz. Abban az időben János apostol így szólt Jézushoz: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket üsz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket. Jézus ezt válaszolta: ne tiltsátok meg neki. Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben, azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is egy kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le, jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kározatra jutnod, az oldhatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le, jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat oldhatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vágd ki, jobb fél szemmel bemenned Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tűzük ki nem alszik. Ezek az evangélium igéi. Foglaljunk helyet. Annácska, már megkérlek, hogy két lapot adj oda hátra, jó? Ez még nem jutott el az éneklap. Krisztusban szeretett testvérek, szeptember 30-án van Szent Jeromosnak az emlékünnepe.
És éppen ezért hagyományos formában a szeptember utolsó vasárnapján a Szentírás vasárnapjának nevezzük. Ma mégis, most egyházunk óhaja szerint a mai vasárnap az elvándorlók és a menekültek világnapja, és valamilyen formában ezt a megnevezést egy kicsit most közel érezzük magunkhoz, hiszen mi mindannyian szülőföldünket elhagyva jöttünk el, hogy itt új otthonra, új hazára lejjünk. Ha figyelünk a múlt vasárnapi, évközi 25. vasárnapi szentírási részekre, és benne jelesül az evangéliumra, akkor ott az Úr Jézus az elhangzott evangéliumi részben egy gyermeket állít példaképként. Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be a mennyek országában. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, mindenkinek a szolgája. Ezt csak azért vezettem most itt föl, mert hogy a mai evangéliumi rész, amely elhangzott, ennek a folytatása, mindjárt utalni is fogok rá. De először is a mai szentmise könyörgésének alapján elmondhatjuk, hogy az isteni mindenhatóságnak két jellemző és számunkra fontos vonása van. Az egyik az ő könyörületessége, és a másik az irgalmassága. És ez a két isteni tulajdonság, az ő könyörületessége és irgalmassága, az egyfajta bátorítás és biztatás számunkra, hogy emberi életünkben bármilyen mélyre zuhanjunk is, mindig van lehetőség arra, hogy talpra álljunk. Segít ez a fajta felismerése és elismerése a könyörgésnek, hogy legfőbb célomat, egyéni üdvösségemet elnyerhessem. A mai első olvasmány Mózes 4. könyvéből arról számol be, hogy egyesek rendkívüli módon kapják meg Istennek a kegyelmét. Isten lelkében részesülnek. De ugyanakkor azt is hallhattuk, hogy miközben egyesek elragadtatásba, prófétai elragadtatásba estek, hiszen alászállt rájuk a lélek, ketten nem voltak ott a többiekkel, a 70 kiválasztottal, hanem a táborban maradtak, de ugyanakkor ők is távol a többiektől részesültek a prófétai elragadtatásban. És éppen ezért Józsué Nun fia lelkében, és talán számunkra ez a fontos mozzanat ebben az elhangzott részben, tanyát ver az irigységnek a szelleme. Ezért megszívlelendő Mózes válasza, amikor Józsué arra kér, hogy tiltsd meg nekik, Mózes így válaszol, miért féltékenykedsz miattam? Bárcsak az egész népet prófétává tenni az Úr, és kiárasztaná rá a lelkét. Mielőtt újjal mutatnánk Józsuéra, ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, és legyünk is őszinték, az irigységnek a szelleme bennünket is hatalmába keríthet. A mi életünkben is megjelenhet a féltékenykedés lelkülete. Nem csak párkapcsolatokról van szó, nem csak családi kötelékekről, hanem egyáltalán életemben ott tanyázhat mind az irigység, mint pedig a féltékenykedés. Mi a megoldás? Mi a feladatom? Azt mondhatnám, csak is
tudatos önneveléssel és önfegyelmezéssel győzhetem le magamban ezt a fajta, az egész életemet megterhelő, megkeserítő kísértést. És ennek az első lépése az, hogy megtanulok és gyakorlom azt, hogy örülni tudjak. Örülni tudjak a másik sikerének. Örülni tudjak a másik elért eredményének. És hogyha ezt a fajta érzést, az örömnek az érzését fel tudom szítani a magam életében, akkor természetesen nem fogod tanyát verni, sem az irigység, sem pedig a féltékenykedés. Életünk sokféle mozzanatában megfigyelhetjük azt, hogy hogyan viselkedünk, és azt is, hogy valóban tudok-e örülni mással. Ha igen, azt jelenti, jó úton járok. Nagyon érdekes volt a mai válaszos zsoltár, ez a 18. zsoltárból való, az Úr végzései igazak, és megvidámítják a szívet. Refrénszerűen ismételgettük ezt a mondatot, amelyben az is benne volt, és ezt szeretném kiemelni, amúgy honlapunkon mindezt megtaláljátok, a kevésségtől őrizd meg szolgádat, hogy ne uralkodjék rajtam. Tiszta leszek akkor egészen, a nagy bűnöktől pedig megtisztulok. És akkor ott van egy másik kísértése emberi életünknek, a kevésség kísértés, amely egyik főbűn is, egyik a 7 főbűnnek, amelyben én önmagamat már sokkal többnek tartom, mint a másik. És hogyha a kevésség bűne hatalmába kerít, akkor ismételten nem tudok együtt örülni a másikkal. Akkor a másikat egész más formában fogom minősíteni. A Szentlecke Jakab apostol leveléből való, ez is folytatása az elmúlt vasárnapi tanításnak, amelyben voltak éppen az apostol, ahogyan hallhattuk, a szociális igazságtalanság ellen emeli fel a szavát. Rajta gazdagok, jaj veszélyeve sírjatok a rátok törő nyomorúság miatt, vagyonotok oda, ruhátokat megette a moly, mint egy figyelmeztetve az, hogy az én boldogságomnak a forrását ne az anyagi javaim birtoklásába helyezzem, mert ezek mulandó dolgok, mulandó értékek, elveszíthetem őket, hiszen ahogyan a ruhát megeszi a moly, ugyanúgy oda veszhet mindaz, amiért én dolgoztam, fáradoztam, küzdöttem talán éveken, évtizedeken keresztül. Aranyotokat, ezüstötöket belepi a rozsda, és ez a rozsda tanul szolgál ellenetek, megemészti a testeteket, akár a tűz. Továbbá folytatja tanítását Jakab apostol, amelyben egy nagyon fontos dologra, hibára, bűnre irányítja rá nem csak az ő akkori hallgatóságának figyelmét, hanem a miénket is, ami nem más, mint az igazságtalan bérnek a visszatartása. Nos, a bér, melyet a földeteket learató munkásoktól visszatartottatok, íme felkiált, és az aratók szava felhatol a seregek urának fülébe. Nagyon érdekes ez a mondat, mert amikor nagymértékű igazságtalanság ér bennünket, és semmit sem tudunk tenni ellene, akkor, és talán ez már velünk is előfordulhatott, hogy elkezdünk kételkedni az Isten igazságosságban, hol van az Isten, miért engedi meg, miért tűri el. Nekem ilyenkor nincs más dolgom, ha nem tehetek semmit sem, természetesen éreztetem hangomat, hangot adok igazságérzetemnek, de az mindig lehetőségemben áll, hogy ügyemet a Jóisten elé vigyem, és tőle várjam annak
feloldását, megoldását. A mai kort úgy szokták jellemezni, gyakorta, hogy rabló kapitalizmus. És van benne valami. Van benne igazság. A kérdés az, hogy én mit tehetek vele. Nyilván, amennyiben rajtam áll, igyekszem úgy élni, hogy én ne gyakoroljam, vagy ne hagyjam, hogy elhatalmasodjon az én életemben ez a fajta lelkület, ez a fajta szellemiség. Örök kérdés, és akkor ezt szeretném így behozni most elmélkedésemben, hogy mi az egyháznak a feladata, amikor szembesül a társadalmi igazságtalansággal. Természetesen az, hogy fel kell emelni a szavát, meg kell szólalnia. Persze ilyenkor rögtön megkapjuk, hogy az egyház ne politizáljon, ne szóljon bele a gazdasági kérdésekbe, a világi dolgokba. De ugyanakkor, és ez a mi álláspontunk, feladatunk artikulálni és arcot adni a véleményünknek. Vagyis az egyház feladata, hogy valóban felemelje szavát a társadalmi igazságtalanság ellen, ha ezt tapasztalja. És egyházunk, ezt azért jó szívvel tudom elmondani, ennek a feladatának mindig is igyekszik hangot adni. Végül az evangéliumi tanítás, amely egy nagyon radikális jézusi tanítás, az, amelyet hallhattunk a mai alkalommal. Egyrészt szól a botrányt okozókról. Azokról, akik éppen a botrány következtében kemény büntetésre számíthatnak. Amennyiben nem néznek szembe az általuk okozott botránnyal és annak következményeivel. Jézus megoldásként, és ez egy nagyon kemény tanítás volt, bár használja a képet, de nem a testcsonkítást ajánlja, hanem sokkal inkább ezzel a képpel elszántságra, komolyságra szeretne inteni bennünket, és abban biztatni, hogy elkövetett hibáinkkal bátran nézzünk szembe. Kérjünk értük bocsánatot. Ha szó szerint vennénk a jézusi képet, ha kezed megbotránkoztat, vágd le, ha lábad megbotránkoztat, vágd le, ha szemed megbotránkoztat, vágd ki, akkor azt kellene mondanunk, hogy egyikünk se jutott volna el a ma délutáni szentmisére. A megoldás tehát nem a test csonkítása, sokkal inkább az isteni irgalmasság és megbocsátó jóság felismerése, és hogy azt kérjük a magunk számára. Továbbá a megoldás az önzetlen, a jótékony szeretet gyakorlása. Ennek fényében, az említett kép fényében érthetjük csak azt a tanítást, amelyet az Úr Jézus nekünk is ajánl. Aki inni ad nektek akárcsak egy pohár vizet is az én nevemben azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. És akkor itt a nagy kérdés, és ez már a magunk feladata, hogy mi az az egy pohár víz, amit én másnak nyújthatok. Az egyéni üdvösségem elnyerésében ez az én segítségem, ez az én hasznos eszközöm. És újból csak abban szeretnélek benneteket is megerősíteni, bátorítani, hogy mindannyiunknak van egy pohár vize. Hogy mindannyiunkban ott van a jóság, ott van a szeretet, a figyelmesség, az önzetlenség, a megbocsátás, az az egy pohár víz,
amellyel rendelkezem, amelyet jó szívvel mással is meg tudok osztani. Kizárólag csak is rajtam múlik. És ha ezt teszem, nem csupán jót teszek mással, de ugyanakkor szolgálom egyéni üdvösségemet. Amen. Örömmel valljuk meg keresztény hitünket, hiszek egy Istenben, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Könyörögjünk testvéreim mennyei atyánkhoz, hogy gazdagon árassza el szívünket kegyelmi ajándékaival. Add, Urunk, hogy egyházad pásztorai, a püspökök, a papok és a szerzetesek az egész világon az igazságosság bátor hirdetői legyenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy a szociális igazságosság és szeretet az egész földkerekségen érvényesüljön. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ébreszd fel a jólétben élő népek lelkiismeretét, hogy segítsenek a szegényebb nemzeteken. Kérünk téged, hallgass meg minket. Óvd meg híveidet attól, hogy életükkel bárkit is megbotránkoztassanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy az anyagi javakért való fáradozás közben se feledkezzünk el örök célunkról. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható Istenünk, add, hogy a földi javakat úgy használjuk, hogy lelkiekben is gazdagodjunk Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzunk együtt, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséret, nevének dicsősége. Add meg nekünk, jóságos Atyánk, hogy ez az áldozat kedves legyen előtted, és fakadjon belőle számunkra minden áldás forrása, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket!
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, üdvös és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert benned élünk, mozgunk és vagyunk. És földi életünkben nem csak jóságodat tapasztaljuk napról napra, hanem megkaptuk tőled az örök élet zálogát. A Szentlélek ugyanis, aki életre keltette a halálból Jézust, már elkezdte isteni működését lelkünkben, és így reméljük, hogy a húsvét szent titkában állandóan részesít minket. Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk és hálás szívvel zengünk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura, Isten. Dicsőséget vetőd éhon, mennyed és a földet. Hosanna a magasságban, áldott aki jön az Úr nevében. Hosanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd el a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hintetjük. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Imádkozzunk együtt úgy, ahogyan üdvözítünk Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved.
Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolainak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg a teljes egységet, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk.
Istenünk, szolgáljon ez a mennyei misztérium testünk és lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben társ örökösei legyünk fiadnak, kinek halálát hirdetjük, és vele együtt szenvedünk, Krisztus a mi Urunk által. Az áldás előtt a következőket szeretném hirdetni. Ahogyan már jeleztem, most a szentmisét követően átvonulunk a közelben lévő olasz kis pizzériába, vendégbőbe is. Ott maradunk még együtt, egy darabig, ameddig kedvünk tartja, és így megosztjuk a nyár élményei, tapasztalatai, bár erre már a szentmis előtt is részben sor került. Szeretetben köszöntöm mindazokat, akik szeptember hónapban évnapjuk, a születésnapjukat, vagy valamilyen más családi eseményt ünnepelnek. Jóisten éltessen és tartson meg benneteket szeretetében. A nyári hónapokat követően, ha esetleg bármit visszahallgattátok a világháron elérhető szemiségünkben a hirdetést, akkor már hallhattátok, hogy újraindult ugye az élet szeptember hónappal, és a jó hír, hogy 4 esztendő türelmes várakozást követően hamarosan új lelkipásztor érkezik közösségünkbe. József atya most október hónap végén fog újból ide repülni Európába, aztán még visszamegy Minden Szentek ünnepén, november 1-én, és az azt követő hétvégén azokban a közösségekben leszünk együtt, amelyek soron következnek. Ugye itt legközelebb szemmisen majd október 26-án, a hónap 4. szombatján lesz. Várlak szeretettel benneteket. És aztán ő még visszamegy, de ha minden nagyon jól alakul, bízunk benne, hogy igen, akkor már karácsony ünnepére ketten leszünk itt, és hát a 4,5 esztendős bőti időt egy másik időszak fogja majd felváltani. És természetesen január hónaptól akkor az élet egy megszokott, mondjam így, régi kerékvágásba kerül majd vissza. Most még dolgozunk azon, hogy hogyan, milyen formában fogjuk mind a ketten természetesen ellátni a szolgálatot, mind a 15 miséző helyen. Aztán más jellegű változások is lesznek, erről hamarosan az Egyházközség honlapján keresztül majd, illetve a Barátom újságon keresztül értesülhettek. Amit még szeretnék az október hónappal kapcsolatosan elmondani, hogy október 20-án, ez a 3. vasárnap a hónapban, délután 3 órakor Stuttgartban ökumenikus istentisztelet lesz, és az ökumenikus istentiszteletet követően a Bruderkreuz templom ad ilyenkor helyett az ökumenikus istentiszteletnek egy rövid ünnepi műsor is lesz az 1956-os eseményekre emlékezve, ha tehetitek és szeretnétek ebbe bekapcsolódni, akkor gyertek, szeretettel hívunk és várunk benneteket. Tudjátok, milyen messze van ide Ung? Pont olyan messze, mint amilyen messze voltatok ti ide nekem, amikor Ungban laktam 5 éven keresztül. És ezt csak azért mondom el, mert október 13-án Ungban délután 3 órakor az ottani közösségnek lesz a helyi búcsú ünnepe. Magyarok nagyasszonyát ünnepeljük, úgyhogy szeretettel hívlak, várlak benneteket az októberi ulmi búcsú szentmisére. Örülnék, hogyha ebből a közösségből is jönnétek néhányan, hiszen az a feltett szándékunk József atyával együtt, erről mi már beszéltünk, hogy újból elindítsuk azt a folyamatot, most már több időnk lesz majd, amikor egy-egy ilyen részegyházközség búcsünnepet az egész egyház község bevonásával ünneplünk minél többen. Szeretettel várunk benneteket. Fogadjátok az áldást, az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen bennünket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével!